A napjainkban élő ember meghatározó eszköze a mobiltelefon, a számítógép és ezekkel együtt természetesen az internet is, pedig az internet története Magyarországon valamivel több mint negyed százados múltra tekint vissza. 1993-ban például mindössze 645 számítógép kapcsolódott az internetre hazánkban. 2001-től vált szélesebb körben is elérhetővé a rendszer, majd 2008 körül megfizethetőbbé vált a mobil internetezés. Ma már másodpercek alatt juthatunk hozzá bármilyen információhoz, viszont szinte ugyanilyen gyorsasággal tudhatnak meg rólunk is rengeteg információt. Az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt kapott, hogyan kell adatainkra vigyázni a világhálón. A felhasználók információ biztonsági tudatosságának növelése is kiemelt téma volt a csütörtöki konferencián, ahol kiderült, hiába gondoljuk, mégsem vagyunk biztonságban a kibertérben. Néhány apróságból azért tudhatjuk, mikor vigyázunk jól az adatainkra. Csak abból, hogy a minket érő impulzusok azok csökkennek, tehát kevesebb kéretlen levelet kapunk, kevesebb olyan megkerestést, meg egyebeket a neten, amiket nem terveztünk, ez az egyik. A másik, hogy nem találkozunk olyan hírrel, hogy ellopták az adatomat, ellopták a pénzemet, ellopták a dolgaimat. Ez azért nehéz ügy egyébként, mert az esetek 99,99%-ában, akinek az adatait elviszik, azt nem használják fel. Tehát az elkövetési arány nagyjából 100 ellopott adatból egy vagy maximum kettő lesz valamilyen szempontból felhasználva, és ennek a felhasználásnak is az 1%-át tudjuk, hogy az megtörtént. Korábban vagyonelleni bűncselekmények, betöréses lopások és rablások vezették a gyakori bűncselekmények listáját. Az interneten és kibertérben elkövetett csalások száma viszont óriási mértékben megnőttek az elmúlt években. Ez is mutatja az emberek kiszolgáltatottságát, mondta a nyíregyházi konferencián az informatikai helyettes államtitkár. A rendőrség is a bűnügyi helyzetet tekintve vezet a kibertérbe elkövetett csalás, és ahhoz képest kisebb arányban van az adatlopás, és ami borzalmasan nagy üzlet, ez az adatok titkosításával, zsaroló vírusokkal való visszaélés. Vannak nemzetközi tanulmányok, Magyarországot, csak Magyarországot érintően 20 milliárd dollár az a kár, amit ezzel elkövettek már. De ez úgy történik, hogy valamilyen vírus, vagy Marvel, vagy féreg, tehát rengeteg ilyen megoldás van, bejuttat a számítógépbe egy titkosító algoritmust, ami végigpörög a Winchesteren, és letitkosítja akár egy vállalatnak, de még egy kórháznak is az adatát. Ez azért is jelent nagy kockázatot, mert papíralapon már alig tartunk valamit, a dokumentumok, szerződések és különböző adatlapok nagy részét digitálisan tároljuk, tette hozzá a helyettes államtitkár. A jövő közlekedésének a biztonságát is a digitalizáció adja majd. Optimista becslések szerint ez akár 2-3 éven belül is bekövetkezhet, de a pesszimista verzió szerint is 5-10 éven belül megtörténik. Intelligens utak, önvezető járművek, az elektromobilitás a közlekedés egy új korszakát jelenti. A közeljövő célja, hogy a rendszer minden közlekedőt felismerjen. A pozitív hatása, én azért vágtam be az egészbe bele, mert ezzel ki lehet zárni a balesetet. Tehát a legfontosabb az, hogy teljesen biztonságosá lehet tenni a közlekedést, lehet optimalizálni a közlekedést, tehát költséghatékonyabb lesz, lehet a parkolást, tehát az a kapacitás, ami a közlekedésbe kiépült, azt sokkal hatékonyabban lehet felhasználni. Hát ami negatív hatása lesz ennek, hát igazából el kell tudnunk viselni az, hogy kontroll alatt fogunk közlekedni, tehát nem egy, hogy is mondjam, egy önmegvalósítási terep a közlekedés. A közlekedés arról szól, hogy A-ból B-be akár ember, akár áru el tudjon jutni biztonságosan, és mindenki haza tudjon érni biztonságosan, de erről szól az egész. Az, hogy a szolgáltatás mitől lesz biztonságos, nagyban függ a felhasználó tudatosságától is. A technológia nagyon előre haladott, ezek használatához viszont szükség van a tudatosságra. Azt nem lehet kijelenteni, hogy tökéletes biztonságot lehet kiépíteni, de törekedni kell rá, állítják a szakemberek. Nagyon felpörgött a világ, nagyon sietünk, mindenre okéval ütünk, nyomjuk tovább, és nem figyelünk oda, hogy mi történik.
Nyilván, ahogy az internetre tettük az életünket, egyre inkább mindenki próbálja megszerezni ott az erőforrásokat, az adatokat, esetleg a, konkrétan a pénzünket. Oda kell figyelnünk, hogy amikor netezünk és amikor használjuk a hálózatot, akkor mivel jövünk szembe, hiszen könnyen egy spam könnyen bejön, egy csalólevél könnyen beérkezik hozzánk, és résen kell lennünk, ezt kell megtanulnunk elsősorban. Az információbiztonság aktuális kérdéseiről tartott konferenciát a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület szakosztálya, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. És a Nyíregyházi Egyetem. A főszervező IAK ügyvezetője kiemelte, komoly informatikai hálózattal rendelkeznek, közszolgáltatóként mintegy 180 ezer felhasználó személyes adatait kezelik, így fontos feladatuk van a kibertérben is. A Nyíregyházi önkormányzat nevében Jászai Menyhért alpolgármester köszöntötte a konferencia résztvevőit, aki kiemelte, a hivatalos ügyintézések közül is több száz ügykör már online elérhető, így nincs szükség a személyes jelenlétre a kormányhivatalokban.